hagyás után ismét fúvósóval kezdették az új esztendőt a pápaiak. A műsor két részből állt. Az első egy órában Jakob de Haan műveiből hallhatott egy válogatást a közönség. Jakob de Haan kortárs holland zeneszerző, aki rendszeresen vezényel fúvós zenekarokat, tehát testre szabottak a művei a pápai zenészek számára is. A zeneszerző szívesen barangol a különböző nemzetek zenéiben, s felhasználja a motívumokat műveiben. Úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy olyan kis összeállítás, amely egy kicsit bemutatja ennek a zeneszerzőnek, ugye ő máig élő holland zeneszerző, a művét, ugyanis ezek a fúvózenekaroknak a kedvenc, legnagyobb kedvence ez a zeneszerző, mert valahogy megtalálta azt a hangot, amivel meg tudja fogni a zenészeket és a közönséget is. Tehát kortárs zeneszerző lévén olyan hangulatú zenéket ír, ami tényleg itt a közönség is úgy gondolom, hogy nagyon nagy áhítattal hallgatta, hogy egyáltalán még írnak ilyen zenéket. Úgyhogy ez miatt úgy gondoltuk, hogy sokat játszottunk, és akkor most összerakunk egy óra lett végül is, azt néztük, hogy egy szép egy óra lett ebből a Jakob de Haanból. Ugye elég változatos zene, mivel nagyon sok országból kéri fel, hogy írjanak, ezért van, hogy Ausztrália, Amerika, és azokat a hangokat használja, és ez miatt nagyon sokszínű a zenéje, úgyhogy nagyon jól el lehetett játszani vele egy egész műsor, egy órányi műsort. Thank you.
olyan zeneszerző, aki megtalálta azt a hangot, ami egy kicsit populárisabb. Nem az atonalitás felé nyitott, hanem egy kicsit a populárisabb zenék felé, és azokat az eszközöket használja, pop, a swing, a blues, ami egy kicsit érdekesebbé teszi ezt a hangzást. A második részben aztán beköszöntött az igazi show műsor, a Blues Brothers. Ez volt az első olyan nagyobb sikerünk, ami tényleg elindította ezt az egész folyamatot, és valahogy úgy jött, hogy beszélgettünk, hogy mit lenne érdemes csinálni, és akkor valahogy újra abba gondolkodtunk, hogy jó lenne most megint a Bálinttal énekelni, és valahogy adott volt, hogy újítsuk fel az egész Blues Brothers-t, de most már sokkal több számot játszunk. Tehát most nem csak a filmből játszottunk, hanem tulajdonképpen a Blues Brothers lemezről is játszottunk két számot. Azok a filmben nem voltak, de így legalább egy komplett kis műsort tudtunk abból is összeállítani, és így adott volt, hogy Ekanem Bálint, adott volt, hogy mi is játszunk, kézenfekvő volt, és mint kiderült, ez 9 évvel ezelőtt hangzott el, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy pont ideje volt. Aki akkor 10 éves volt, az már 19 éves, lehet, hogy nem is emlékszik rá, de úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon nagy siker volt. She got a hand and left me and you to ride.
kihívást jelentett ez a mostani show a zenekarnak? Hát mindegyik show nagy kihívást jelent. Most azért volt talán egy kicsit nehezebb, mert a Jakob de Haan az egy nagyon kompakt egy óra volt, ami azért fárasztó műsor. A második azért már sokkal könnyedebb, de azért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a könnyebb, az sokkal könnyebb is játszani. Igazából akkor jó, ha könnyednek tűnik, de egyébként nehéz. Ami miatt nehéz, erről már beszéltem sokat egyébként, hogy a pláne a magyaroknak játszani ezt a blúzos, swinges zenéket nagyon nehéz, mert teljesen másfajta frazírozást igényel. Mi máshogy játszunk, ugye máshoz vagyunk hozzászokva, és ezt egy kicsit átültetni a fúvózenekarra, ez hosszú idő, hogy megértsék, hogy kell ezt játszani, hogy jól szóljon tényleg, és ez miatt egy kicsit nehezebb, rázósabb, figyelősebb, és mert ilyenkor hajlamos az ember azt mondja, hogy hú, csak belecsapunk, aztán megy, de ez ennél egy kicsit bonyolultabb zene ez. Te írtad át fúvós zenekarra. Igen, az egész Blues Brothers-t, azt az én hangszerelésem. Ez azért jó, mert legalább erre a zenekarra van írva, ismerem a zenekar tagjának a képességét, és akkor így ki tudjuk a maximálisat hozni a zenekarból. A zenekar soraiban nagyon-nagyon sok a fiatal, az új arc. Nem tudom, mennyi az átlag életkor, de ezért jól álltok. Igen, most egy kicsit fiatalítottunk, és az átlag életkornak jót is tett. Szerencsénkre nagyon sokan jöttek fiatalok. Most ez az év egy különlegesen gyümölcsöző volt ebből a szempontból. Ugye tavaly már jött ütősünk, most idén még egy ütős jött a zeniskolából, jött két új kürtösünk, jött fuvolistánk, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért van egy akkora vonzereje a zenekarnak, hogy szívesen jönnek ide játszani, és minél többen jönnek, mi annál jobban örülünk. Nem könnyű nekik megszokni, de úgy gondolom, hogy ez egy fél év alatt meg lehet szokni azt a munkatempót, azt a játékmódot, amit itt kell. Még hát senkire nem haragszunk, hogyha nem tudja egyből lefújni, mi se tudjuk egyből lefújni, azért vannak a próbák, hogy kigyakoroljuk őket.
mennyivel volt ez másabb, mint az előző? És nem csak arra gondolok, hogy több szám, hanem te hogyan értél? Hát szerintem abszolút más volt. Egyrészt azért, mert ezt egyedül csináltam, ének szinten. Most meg ugye Hérde Szabó Dani kollégám csatlakozott hozzám, akivel a Pannonhalmi Színházban is együtt játszunk. És szerintem azért visszahozta ezt a Blues Brothers-ös feelinget, mint amit a film is képvisel. Mégsem azért egyedül vittük el abba a hét, hanem azért ketten voltunk rá. Milyen ez a zene? Mekkora kihívás énekesként? Amúgy egyszerűnek tűnik, viszont énekelni nehezebb azért. Olyan lágékban vannak, amik azért nem pont az én hangszínemre íródtak, de Adrián mindent megtett annak érdekében, hogy ez zökkenőmentesen menjen. Volt néhány újévi show nélküled, nem sok, de azért volt, és volt, hogy néző voltál, és most újra a színpadon. Milyen érzés? Milyen lentről nézni, és milyen itt köszönteni a közönséget? Hát lentről sokkal hálása. Akkor nem izgulok annyira. Ilyenkor mindig izgulok itt Pápán valamiért. Valószínű azért, mert sok ember ismerős, sok rokon van, és mindig izgulok valamiért. Nem tudom, itt jobban izgulok, mint hogyha madásba lépnék föl. Úgyhogy hát ez ilyen izgulós mindig. Jobban szeretem inkább hallgatni az újévi sót. Viszont, hogyha már itt vagyok, akkor viszont beleadom a maximumot, hogy a közönség jól érezze magát. Milyen a fápai fúvósokkal dolgozni? Nagyon jó, nagyon kedvesek, és igazából amint idejöttem, rögtön befogadtak, és a főpróba után is nagyon jót beszélgettünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Lesz folytatás? Hát most ez a pár koncert, ez még biztos, ami ebből a Blues Brothersből lesz, de remélem, hogy a jövőben is tudunk együtt dolgozni.
Köszöntöm a Forrás januári adásának nézőit. Békés áldott új esztendőt kívánunk mindenkinek. Ebben a rendhagyó adásunkban Salgó Ferenc atya lesz a beszélgető partnerem, aki most töltötte be 77. életévét, Isten éltesse. Mikor volt a jeles nap? Január 4-én. Január 4-én. Akkor egy kicsit utazzunk vissza az időben a kezdetekhez. Salgó Ferenc 1945. január 4-én született a felvidéki Udvardon, nem épp egy békés időszakban. A szomszédos Érsekújvárt erőteljesen bombázták, fontos vasúti vonal lévén el akarták vágni így a visszavonuló németeknek az útját a vörös hadseregnek a alakulatai, és hát édesanyám úgy emlékszik rá, hogy én olyan délelőtt 11 óra felé születtem, és hát nagyon izgalmas volt ez a délelőtt számára, mert éppen mindenki igyekezett a pincébe, meg a védelembe vonulni, hát a közeli bombázások miatt, és hát én így jöttem a világra egy nagyon háborús időbe, de hát hálát adok a Jóistennek, hogy engem a béke emberének teremtett azért, hogy ne a veszekedés vagy a viszály, a háború, hanem a megbékélés és a szeretetnek a hírnöke lehessek. Én úgy emlékszem vissza, hogy szép gyermekkorom volt, harmadik gyermekként születtem, két bátyám volt, szeretette vettek őr a család is, de ugyanakkor a szüleim elbeszéléséből azért tudom, hogy számukra ez az időszak nagyon nehéz volt. 48-ban az a népcsere alkalmával minket is, családunkat is kitelepítették, én akkor 3 éves voltam, hogy erre csak inkább úgy emlékszem, hogy a vagonokban hogyan hát mentünk, egy gyerekes változatosságnak éltem meg, hogy most egy nagy utazás lesz. Viszont hát ez egy nagy veszteség volt azért a családunknak, hiszen rokoni kör nagyobb részétől elszakadtunk, és távol egy Baranyegyei faluba, Kisárságyra telepítettek bennünket. Hát én ott nagyon éreztem magamat, mert nagyon szép vidék volt, de nagyon nehéz volt a szüleimnek ott beilleszkedni, meg hát jött az 50-es éveknek a nehéz földműves emberek lévén a nagy beszolgáltatások, tehát ezek így egyrészt nehéznek voltak, de a család szeretete, a szülőknek a jelenléte, testvérek segítése, tehát igazából én nagyon szép gyermekkort éltem meg, és hát köszönöm is a Jóistennek, hogy olyan biztonságban éreztem magamat annak ellenére, hogy hát sok bizonytalanság vett körül. 13 évesen jött egy fordulat az életében. A család vallásos templomba járó volt, de tulajdonképpen egy álom indította el az úton. Azt álmodtam, hogy a szomszédunk udvarába ledobtak egy atombombát. És minden lángolt, égett a ház, és már a mi portánkra is kezdett átterjedni. És nem tudtam elszaladni, meg ott voltam az udvarunkon, és nem tudtam elszaladni. Egyszerűen úgy éreztem, hogy most meg fogok halni. És erre ébredtem föl. És örültem, hogy ha nagy sötétség, nem az a nagy égés mindenféle. De úgy elgondolkoztam, hogy ha tényleg most meg kellett volna halnom, hát én hittem az örök életbe, hogy van örök üdvösség és örök kárhozat. Hát bizony szomorúan azt állapítottam meg, hogy én olyan önzően éltem, én mindig azt kerestem, hogy nekem jó, és hát én nem biztos, hogy a Magyarországon jutottam volna, mert oda az önzetlen emberek kerülnek, meg a jó szívek, hát nekem változtatni kellene az életemen. Ez tényleg annyira erőteljesen hatott rám, hogy attól kezdve nem csak az szokásos reggeli estém, ami a családban volt, hanem kerestem a csendet, kerestem az elvonulást, és minden nap legalább egy fél órát azért a Jóistennel beszélgettem, és tényleg olyan közel éreztem magamhoz a Jóistent, akár a szalmakazal tövébe ültem le, vagy térdeltem. Aztán rózsafüzér, nekünk katolikusoknak ez egy szép imádság, azt gyakorolta a család, édesanyám is, időnként együtt is imádkoztuk, kértem, hogy nekem is legyen rózsafüzérem. És akkor ez egy fél óra, ez a rózsafüzér imádkozás, az 5000 rózsafüzér. De én olyan nagy örömben voltam, és ennek a gyümölcse lett, hogy hát nem azt kerestem, hogy hogyan lógjak el otthonról, hogy ne kelljen valamit csinálni, hanem inkább mindig segíteni akartam a testvéreim helyett is, meg a szüleimnek is. Tehát egy ilyen szolgálatkészség alakult ki bennem. Rájöttem, hogy tényleg nagyobb öröm adni, mint kapni. És ez egy olyan nagy fordulatot adott az életembe, ami tényleg örültem neki, és kerestem, hogy hol, kinek segíthetek. És ehhez kötődik valamilyen módon azért a hivatásom, biztos, hogy Jóisten ez így készítette elő már, mert az egyik vasárnapi szentbeszédben azt mondta a plébános úr, hogy hát milyen falu ez,
Már hány pap járt ide misézni, meg nyomtatni, meg hittantani, tehát minden, de ez a falu még egy papot se adott az egyháznak. Hát hogyan várják, hogy ide jönnek a papok, ha nem küldenek a püspöknek papjelölteket, hogy majd föl tudja szentelni, és tudja majd küldeni. És akkor hogy megmondod benne valami, hát ha ilyen nagy szükség van a papokra, hát miért ne lehetnék én? Hát akkor majd én megvédem a falu becsületét. Hát egy ilyen gyerekes, de igazi olyan elszánt elhatározás dobbantotta meg a szívemet. Persze aztán éppen egy magamban, hogy forgattam ezt, egy-két hét múlva édesapámnak elmondtam, hogy hát apu, én pap szeretnék lenni. Hát nagyon csodálkozva rám nézett, hát akkor hát érthető volt, hogy szerint csodálkozott, hogy te akarsz pap lenni. Hát te nem ismersz minisztrálni, ugye nálunk az oltárnál azok, akik hát szeretnek segíteni ott a papoknak, ott sürögtek a plébános úr körül. Hát én nem voltam közöttük, én nem mertem minisztrálni. Sőt, volt olyan kor, hogy egy gyerek se volt, és akkor annyit, hogy legalább csengessek az úrfelmutatáskor, még a csengőt sem mertem megfogni. Hát azt mondja, te akarsz pap lenni, hát a papnak beszélni kell, elmerek el odaállni, prédikálni. Hát hogy fogod ezt? Hát mondom, nem tudom, majd a Jóisten megsegít. Ezt nagyon emlékszem rá. És hát tényleg Jóisten úgy formálta, hogy ez nem egy gyerekes elgondolás lett, hanem kezdtem akkor alakulni hozzá. A Győri Bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait. Én egyszerű kis falusi iskolába jártam, ahol egy tanítónéni volt, meg egy tanítóbácsi, négy osztály együtt volt, és minden nap csak egy órára kellett készülni. Hát végéletünk volt, de felét se tanultuk annak könyvnek, mint ami benne volt. És egy komoly erős gimnáziumba kerültem be, hát nekem mindent annyit kellett pótolni, aztán hogy oroszul, még a bedüket se ismertem, hát ott meg már kellett volna hát ugye olvasni, meg egyéb. Hát nagyon, ez első idő nagyon nehéz volt, de tényleg ez a tehát az, hogy tudtam, hogy a Jóisten nekem erre hív, ahhoz, hogy pap lehessek kell az érettség, hogy ilyen kis szemináriumban mehessek, hát én itt nem lehet megfutamodni, itt csak előre lehet menni, és hát tényleg ez a hitem, illetve a Jóistennek ez a hívása olyan erős volt, hogy tényleg le tudott minden nehézséget győzni, és nagyon-nagyon szép életem volt ebben a Győri Bencés gimnáziumban, főleg a kollégiumi élet, ami nagyon meghatározó volt. Nem is véletlenül választottam, hogy itt a Kétornyalaki templomban legyen ez az interjú, hiszen itt Szent Imre, ennek a templomnak a védőszentje, az első bencés diák, Szent Gellért bencésnek a tanítványa, és hát én is erre büszke vagyok, és örülök, hogy bencés diák lehettem, és a Szent Benedek fiai, a bencés atyák olyan sokat segítettek nekem. De ugye az egyház iskolákban tandíjat is kellett fizetni, és hát ez az 50-es évek, 59-ben kezdtem a gimnáziumot, sok nehézséggel jártak, és hát bizony a testvéremnek is keményen kellett dolgozni, hogy a tandíjat tudják fizetni, és ezért nagyon hálás is voltam, úgyhogy én a családi örökségről javára lemondtam, mivel hát engem elsegítette a szolgálatával, hogy tanulhassak és fölkészülhessek a papság, és 68-ban így el is nyertem a szentelést. Tehát ez ilyen értelemben is mondhatom azt, hogy a gyermekkorom, az ifjúkorom, a családnak a szép példája, segítsége, és az sok jó tanítom, nevelőm nagyon nagy hálára indít, hogy a Jóisten ilyen jó embereket rendelt mellém. Salgó Ferenc Esztergomban készült fel a papi szolgálatra, aztán Berzencére került. Tehát egyik fontos feladatom a hitoktatás volt, meg hát a betegellátás. Hát ott annyira komolyan vették, hogyha valaki beteg lettem, az orvoshoz szaladtak először, a plébániára jöttek. Éjfélkor, vagy éjfél után, vagy amikor éppen adódott, mielőtt a kórházba vitték, vagy a mentő, az pap volt az első, aki biztos, hogy ott volt, mert először mindig őt hívták. Hát nagyon sok szép élménye volt a másfél év alatt. Hát onnét kényszerből kellett eljönnöm, mégpedig az volt a kényszer, ma nevetségesnek tűnik ez, hogy ugye minden évben a hittan beiratást júniusban, június közepén kellett, akik akarták, hogy a gyermekük iskolai hittanra járjon. Két fél nap volt erre, egy délután, déltől négyig, másik nap 8-tól 12-ig. És hát, hogy el ne felejtsék, mert elfelejtették, akkor nem járhatott a gyerek hittanra. Ezért ilyen plakátokat csináltunk, én nem értek hozzá, de ez egy gimnazista fiú megszerkesztette, és akkor hát ezt a templom ajtóra kifüggesztettük. És ez volt az én bűnöm, hogy
agitáltam a hitoktatás mellett, hát persze, hogy agitáltam, hát ez volt a cél, hogy minél többen legyenek, el ne felejtsék. És akkor Kaposvárról, az oktatási osztályról az iskoligazgató följelentett, és akkor Kaposvárról jöttek ki, mérték, hogy a plakát hány centis, hány színnel van, hány centisek a betűk oda a plakáton, mert a törvény azt engedélyezte, hogy csak belül a templomban, a hirdetőtáblán csak ilyen kis papíron lehetett, vagy az iskola ajtóra is kifüggeszteni, hogy elkövetve akkor hittem beiratás ideje. Így aztán Kaposvárra került a Jézus Szíve templomba. Hát ez megint egy áldott idő volt, egy 8 év számomra, úgyhogy ez is minden rosszból a Jóisten jót tud kihozni, mert ezt büntetésnek szánták, de nekem nagyon-nagyon csodálatos idő volt. Úgy döntött, hogy karácsonyra egy pásztorjátékot állít össze a gyerekekkel. Egy akkora sóhaj szakadt fel az emberekből, mikor ugye elkezdett ez a játék, mert azért azok az idősebbek, akik évtizedekkel előtte, ők még ilyent végigjátszottak, most az unokáik vannak ott, és akkor ugye előjött az előbe ez az érzés. Hát ez egy nagyon nagy élmény lett. És hát ő is arra vezetett rá, hogy végülis nekem ez a legnagyobb fegyelmező erőm volt a hitoktatásban, mert azért el lehet gondolni, hogy van, amikor 50-60 gyerek ott a templomba, hideg templomba, ott egy órán keresztül most jutott, tehát az én gyerekeknek meg nem volt egy könnyű összetartani, vagy pedig hát egy egyáltalán, hogy eljöjjenek, és azt mondtam, hogy gyerekek, a karácsonyi pásztorjátékban csak az szerepelhet, aki rendszeresen jár hittanra, szentmisére, és tanulja is, ugyan nem volt szabad még könyvet sem használni ott akkor az iskola, a templomi hittannál, nem is szabad lehet volna visszakérdezni, na de hát hogy lehet úgy tanítani, az ember nem ellenőrzi, hogy egyáltalán hogyan haladunk. Minden esetre a körülmények nehezek voltak, szorongatott helyzetben voltunk, de akkora lelkesedés volt ezekben a gyerekekben, és a szülőkben is olyan nagy készség, hogy hát ez egy végül már 180 fős pásztorjátékot rendeztük, 40 angyal, még nem tudom, hogy már hogyan jöttek és megmaradtak. Az egyik sikertörténet ez volt, a másik a kórházi beteglátogatás. Akkoriban ahhoz, hogy egy atya bemehessen a kórházba, engedély kellett. De egy prominens beteghez megengedték, hogy bejárjon minden héten. Ilyen számára, amikor bementem a kórházba, akkor nem csak a Dezső bácsihoz mentem, hanem közben is, akikre tudtam otthon, mentem a másik osztályokra is. Úgyhogy vasárnap délután ez lett nekem aztán az igazi pasztorális lehetőség, mert akkor ugye délelőtt volt a látogatás, csendesség volt, és mindegy, egy kápolna olyan volt a kórteremben, imádkoztunk, aki akart szentáldozáshoz is járulhatott. Minden más vallásúak is örültek, együtt imádkoztunk. Salgó Ferenc nevet vetette hozzá, hogy volt ára a szolgálatának, hisz nagy foci rajongó lévén a vasárnap délutáni meccseket kénytelen volt kihagyni. Ezt mondják a nővérek, hogy a szomszéd szobában is van, aki szeretne gyógni. Megyek oda is, aztán ide is. Hogy akkor hallották a másik osztályon is, hogy ott is van valaki. Úgyhogy már rátigvezető régen a sípba belefújt, én még mindig ott a kórházban voltam. Úgyhogy aztán elmaradtak a meccsek, viszont sokkal nagyobb örömet kaptam, mert annyi emberrel kerültem így kapcsolatba, és először volt, hogy mentem haza a kórházból tele, hogy most itt is, ott is milyen jó élménye örültek, hogy megáldozhattak, vagy egy kis beszélgetés, vagy vigasztalást kaptak. És közben jöttek a drukkerek, szegények, lelógott orma, megint kikaptunk, mert na mondom, most akkor ott bosszankodtam volna én is ott velük, itt megadta a Jóisten nekem ezt a sok örömet, hogy hát mennyire hát segíthettem. 1978-ban önálló plébános lett Somogy Sámsonon, ahol édesanyjával élt. Ott is az iskolai hittan megőrizték, azok is nagyon ragaszkodók voltak azért, és ott beiratták a gyerekeket hittanra, ez volt az egyik ilyen szép területem. És hát próbáltam is a kapcsolatot tartani a gyermekekkel, szomszéd volt az iskola, focipályán ott ugye még 40-es év, illetve 33 éves koromban kerültem oda, még hát elég fürgén tudtam azért velük játszani, meg mentünk más plébániákra is így focizni, meg hát ezeket. Ugyan kaptam ilyen intelmeket, hogy ez nem lesz jó, hogy én ennyit vászkálok a gyerekekkel, mert megyünk a Balaton, hogy a Balaton is közel volt, Balaton, Szentgyörgy. Hát én tettem a dolgomat, mondom, hát mert végig az iskola igazgató is úgy, hogy hát nekem nem szabadna az iskola területére csak hittanra bemenni, és hát én miért pingpongozok a gyerekekkel, miért focizok a gyerekekkel. Nekem szemben nem mondta ezt, mert kedves volt szemben, csak úgy
próbáltam mondani, hogy azért, hol az én határom, én azt mondtam, a határ ott van, ameddig mehetek. Hát az, amíg igény van. Salgó Ferenc bárhol szolgált, a templom építést, felújítást mindig szívügyének tartotta. Én falun nőttem föl, és gazdálkodók voltak a szüleim. Én végig dolgoztam az egész nyarat. Kispapként is, meg gimnazistaként is, meg már főszentelt papként is, amit nem helyeztek ki. Szüleimnek segítettem közben, ugye majdnem is katona is volt, meg hát kellett is ez a segítség. Ez nagyon jó volt arra, mert akárhova kerültem, mindig azért voltak felújítása, már ott templomok, meg egyéb, vagy amit kézzel meg kellett fogni, benne voltam azért az ilyen gyakorlati dolgokban. Így volt ez Pápán is. 1985-ben került a Szent Anna plébániára. A templom tetőzete ekkor rossz állapotú volt, ezt szerette volna először rendbe tenni. Kaptam egy levelet Somogyból, egyik faluból, egy néni írt, aki hosszabb időt töltött Kaposvárna a kórházba, és őt is látogattam, és hát már egyedülálló idős néni volt, és írta, hogy hát szeretne velem beszélni, látogassam meg, mert hát valamilyen fölajánlást szeretne tenni magamba. Mondom, talán a Jóisten rám gondolt, hogy itt most nagy szükség lenne, 200-300 ezer forint, ez 78-ban, 79-ben azért ez egy nagy, hogy bocsánat, 85-86-ban, ez egy nagy pénz volt azért. És hát ez nem állt rendelkezésünkre. Na, elmegyek a nénit, meglátogatom, és akkor mondja, hát mondta, hogy 300 ezer forint körüli összeget ő szeretne templom javára fölajánlani. És akkor előhozakodtam, hogy hát mi pont ilyen gondban vagyunk, és hát talán ő Isten akkor ezt szánja nekünk. Nem, azt mondja, ő nem a meglévő templom, ő új templom építésére gondolt, mert ott kellene, ami megvan, azt gondozzák azok, akiknek ott van. Hát mondom, igaza van, teljesen igaza van. És akkor mondtam neki, hogy tudomásom szerint most itt a mi egyház megyénkben Kaposváron Szent József tiszteletére épül egy templom, és hát szívesen elviszem, nézze meg, beszélünk a plébános úrral, és úgy gondolja, akkor hát oda adja. El is mentünk, hát nagyon örült a Rózsás László atya volt akkor a plébános, ennek ismerős volt, egy új misérben ott volt még, mint diák, és hát nagyon megörült, mert hát ugyan már állt a templom, de a berendezés az még nagyon vissza volt, úgyhogy hát mindjárt helye lett a pénznek. És akkor azt mondtam, drága Szent József, én most te dicsőségedre segítettem ennek a templomnak a berendezését, hát most te segíts minket, hogy hát bene állzunk meg, hát ne legyen a mi templomunk ilyen helyzetben. És hát olyan szépen megkészült ez itt az a Szent Anna templomnak a tetőzete, és pont március 19-én Szent József napján kezdtük a munkákat leszedni. 30-40 ember volt, mikor a cserepeket fel kellett a tetőre juttatni, mindenki benne volt. Egy hét alatt teljesen lecserélték, fölütották, és egy kis esőt sem kaptunk, tehát nagyon szépen is, és az adományok is olyan szépen összegyűltek, hogy még a padfűtést is meg tudtuk oldani belőle. Hát én csak ámultam, hogy mekkora nagy válasz volt, és mondom, Szent József tényleg komolyan vette, hogy segít bennünket, és hát azért az Úr Jézusnak alakása a templom, az legyen szép. A hitoktatást Pápán is kiemelt feladatnak tekintette. Emellett 1993-ban a lelkes összefogásnak köszönhetően elkészült a plébánia épület. Ez a 90-es évek elején egy nagyon ilyen lendületet hozott, és hát észrevehető volt a templomokban is, a látogatottság megnövekedett. Közösségek is születtek, ugye a kapcsolatba kerültem a Kurzió mozgalommal, aztán a Kalász közösség a lányok asszonyoknak a mozgalma is elindult, a kamilliánusok, a betegek látogatása. Tehát a 90-es évek egy ilyen nagyobb nyitottság volt, még készség az együttmunkálkodásra, és tényleg olyan reményekkel indultunk, hogy azért úgy plébániát építettünk, ami egy nagy összefogás volt 91-93 között, és az a lehetőséggel tudtunk élni, bátran összefogtunk, úgyhogy most már nem mernék ekkorát, talán nem is tudjuk igazán teljesen kihasználni, de akkor a remény volt, hogy hát itt igény lesz majd sok több közösségnek az életére is. 2005-ben készült el a Szent József kápolna, ahol aztán a Mária Rádió stúdiója is helyet kapott. Salgó Ferenc koordinálja a helyi stábot.
és semmiféle pályázati támogatásra nem volt lehetőségünk 2002-2005 között. Bizony ez nagy, nagy áldozatkészség volt, és sok nagy lelkű segítség pénzben, munkában, fölajánlásokban. Tehát így valósulhatott meg. Ennél nagyobb az, annál nagyobb az értéke, úgy érzem, hogy ennyi személyes áldozat van belehelyezve, és a templomnál az mindig fontos, hogy megérintse szíveket. Tehát most igazából ott vagyunk, hogy hála Istennek sok lehetőség van külső, az egyházi életben is, az állam, tehát olyan alaptörvénye van a hazánknak, ami a keresztény értékrendet erősíti. Most élnünk kellene mindezzel. Salgó Ferenc elmondta, egész életében azt érezte, hogy Isten szereti, és mindig oda vezeti, ahol szükség van rá. Hát én különösen is az Úr Jézusnak azt a mondását tapasztaltam és tapasztalom újra és újra, amikor azt mondta, hogy aki mindenáron meg akarja nyerni az életét, elveszíti azt. De aki kész elveszíteni az életét, érte az evangéliumét, megtalálja azt. Ezt tényleg nagyon tapasztaltam, ahogy a kaposvári kórházátogatásnál, hogy elvesztettem a drukkolásnak a örömét, de sokkal nagyobbat adott nekem, amikor hát a sok betegnek vigasztalást tudtam vinni. Vagy hát tényleg én nem is álmodtam, hogy a papi életben nekem ennyi örömet ad a Jóisten. Én kicsit úgy készültem, hogy jó, hát lemondunk a család életről. Kicsit, hogy a lemondás látszott, hogy most jó, hát ez vele jár, vállalom. De hogy ennyi gyermeket ad nekem, meg unokát a Jóisten, hogy óvodában, hogy én óvodások, nem is álmodtam, hogy ilyen csodától szép azok a ragaszkodások. Tehát ezt mindannan tapasztalom, hogy ha mi a Jóisten valamit kér tőlünk, először lehet, hogy úgy látszik, hogy ez egy lemondásra jár, nehéz, ne féljünk tőle, mert ha megtesszük, sokkal többet ad. Én azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg, sőt, nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy hívott, és erre hívott, és hát ennek nagyon sok szépséget, örömet adott ezen keresztül. Én most azt vártam, hogy arra menjek, amerre ő akarja, amerre hív, és megmentem, és hát nagyon hálás vagyok érte. Thank you.